Sziasztok, Tündi vagyok, ez a Szempillantás nevű podcast legújabb epizódja. Itt vagyunk a stúdióban ismét Vikivel, és most kivételesen hárman leszünk, nem ketten, mert a nővéremet Dórit is elhívtuk. Hárman fogjuk kérdezgetni a sztár vendégünket, mondhatni, mert egy óriási megtiszteltetés ért bennünket. A Golden Reel nyerteseivel, Juhász Zoltánnal fogunk beszélgetni. Hallgassátok sok szeretettel! Sziasztok! Szia, Zoltán! Szia! Az első kérdésünk rögtön az lenne, hogy kicsit mesélj magadról, hogy is jutottál te a Golden Reel-hez, vagy hogy jelentkeztél erre, illetve majd egy kicsit erről a Golden Reel-ről is majd tér ki, hogy pontosan mi ez, hogy mindenki tisztában legyen vele. Aha, hát ezt a Golden Reel-t én a diplomafilmemért kaptam. Ez egy hangvágóknak járó díj, kezdjük ott, hát én hangvágó vagyok, sound designer. Magyarul azt hiszem a legjobb fordítás hangmester, bár erről még vita folyik. Tavaly ugye Zányi Tamás nyerte meg ezt a díjat, és pont mostanában láttam, hogy ő is elmélkedett erről, hogy hogyan is kéne ezt magyarul hívni, mert angolul van erre ez a jó név, hogy sound designer, de magyarul gyakran hangmérnöknek fordítják, és mi igazából nem vagyunk hangmérnökök, mert nem nagyon, tehát feladatunk az sokkal inkább kreatív, mint szakmai, és hát a mérnökségtől nagyon távol vagyunk. Tehát, a hangmester azt szerintem jól hangzik. Igen, tehát igen, ilyen hangdesigner, vagy hangmester, vagy valami ilyesmi. Szóval ezért adnak ilyen Golden Reel-t. És én ezt a diplomafilmemért kaptam, amit a National Film and Television School-ban csináltunk. Uh-huh. Pontosan hát egy évvel ezelőtt. Egyébként azt még nem mondtuk, de gratulálunk ehhez. Igen, az legfontosabb, hogy nagyon gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. Sajnos nem elsőként, de gratulálunk. És tehát ugye azért ez a legmagasabb elismerés így hangdesignereknek, hangmestereknek, ugye, ha jól tudom. Így van. Hát ezért volt hihetetlen ez az egész, hogy ugye most fejeztem be nem olyan régen az egyetemet, és rögtön sikerült egy ekkora díjat hazahozni. Besöpelni, hát igen. Uh-huh. De egyébként hogy jött az ötlet, hogy te ezen indulj? Tehát, hogy pont mivel ugye még úgymond fiatal vagy ebbe a szakmában, igen, lehet ezt így mondani, és mégis, tehát hogy jött az ötlet, hogy na hát akkor én megfuttatom ezt a dolgot itt a Golden Reel-en? Hát ugye ezen a díjon, ezt a díjat a Motion Picture Sound Editors adja, és ez Amerikában a legnagyobb ilyen hangvágó szervezet, egy ilyen szakmai szervezet, ez nekik a szakmai díjuk. Tehát az összes többi jelölt, akik ezen jelölve voltak, azok a legnagyobb mozifilmek, tehát a Zsivány egyestől a Kaliforniai álmon át, a Fegyvertelen katonák, tehát ilyen filmek voltak a mezőnyben. És szerencsémre volt nekik egy diák kategóriájuk is, tehát az összes kategória ilyen nagy mamut, és van nekik ez a kis pici diák kategória, amit a legjobb hangvágásnak adnak, amit diákfilmben csináltak, és erre pályáztunk. Többek között azért, mert az iskola, ahova jártam, az NFTS, az annak nagyon erős ez a hangvágó szakja, és már ezt a díjat ők korábban többször megnyerték, tehát nem én voltam az első, van az iskolának elég hosszú története. Azt hiszem, hogy én vagyok a 14. talán, vagy 15., aki az iskola fennállása óta megnyerte ezt a díjat. Úgyhogy már amikor, emlékszem, hogy már amikor első évben elkezdtük a tanulást, akkor a tanárunk az mondta, hogy hát van ugye ez a Golden Reel, azt nem ígéri, hogy mindenkit jelölni fognak, majd a diplomaosztó ideje felé, viszont azt megígéri, hogy mindenki lesz azon a szinten, hogy jelölhessenek minket, és hát szerencsére betartotta az ígéretét, és hát nem csak jelöltek, hanem sikerült is elhozni.
Nem semmi. És hogy nézett ki maga ez a díjátadó? Tehát, vagy várjál, nem, kezdjük onnan. Jelöltétek a filmeteket, és akkor hogy tudtátok meg, hogy akkor valóban befogadták ezt a jelölést, meg hogy ott lehettek a nagy ágyúk között, meg minden? Hát az interneten feltették a honlapra, és pontosan... Tehát akkor viszonylag modern módon. Modern módon, igen. Nem egy levelet kaptál, pecsételve. Nem, hát ugye pályáztunk, és aztán egy hónapig azt hiszem, január elejéig kellett pályázni, vagy decemberben, valamikor, nem olyan régen pályáztunk, és akkor pár hétig, egy hónapig ültek rajta, és akkor utána feltették az internetre. De érdekes volt, mert én nem onnan tudtam meg, hanem... kérjük az intrikákat. Na, hát csak az idén az NFTS-ből 2 embert jelöltek, engem is egy évfolyamtársamat erre a díjra, és ő írt nekem, a Tom, ő írt nekem a Facebookon egy üzenetet, hogy készítsem elő a taxidómat, mert hogy kelleni fog. És hát reménykedtem benne, meg sejtettem, hogy miről van szó, de nem azt írta, hogy jelöltek, vagy hogy megyünk Los Angelesbe, hanem az volt, hogy készítsem elő a taxidót, és úgyhogy az első dolgom az volt, hogy felmentem a Motion Picture Sound Editors honlapjára megnézni, hogy ó, igen, láttam, hogy kijöttek a jelöltek, és a telefonomon néztem, és elkezdtem gördülni lefelé, hogy megnézzem, hogy ugye a mi kategóriánkban kik a jelöltek, és hát ugye telefonon voltam, és ez egy irgalmatlanul hosszú honlap volt, mert nagyon sok jelölt volt, meg nagyon sok név volt, és kb. 2 percig tartott, amíg scrolloztam lefelé, és sajnos a mi kategóriánknak az Werner Filzről van elnevezve, és az ő neve ugye V-vel kezdődik, úgyhogy a lista legalján volt, és végig kellett gördülnem a lista leges legaljára. 2 percig már a végén majdnem rosszul voltam, hogy basszus, ilyen hosszú honlapot még az életben nem láttam, és a végén ott voltunk, úgyhogy onnan akkor sikerült megerősítést szerezni, hogy valóban jelöltek, és hát akkor ugye nagy volt, hatalmas volt az öröm. A külsőségek meg... Hát olyan volt, mint egy, ez gyakorlatilag egy ilyen hangvágó Oscar-díj gyakorlatilag. Úgyhogy a külsőségek azok nagyon hasonlóak voltak, mint az Oscar-díjon, csak itt mindenki hangvágó volt. Volt egy kis vörös szőnyeg, meg volt ugye egy ilyen, hát nem, volt egy ilyen nagy terem, ahol a díjátadó volt színpaddal, és vacsora is volt, úgyhogy ilyen asztaloknál ültünk, és hát ugyanúgy, ahogy az Oscaron, tehát felolvasták a jelölteket, meg hogy kihez megy a Golden Reel, de nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy Oscar, csak itt mindenki hangvágó volt. Tehát az összes kategória olyan, hogy legjobb hangvágás animációs nagyjátékfilme, meg legjobb hangvágás tévésorozaton, meg, tehát ilyesmik voltak. Milyen hosszú volt egyébként maga a ceremónia? Hű, hát szerintem, hát ez jó kérdés. Egy egész estét betöltő program volt, vagy éjszaka hát, volt, vagy hogyan volt este volt, hát szerintem egy két-három óra volt. Akkor az a 2-3 óra is azért gondolom legalább olyan hosszúnak tűnt, mint ez a honlap, amin kerested, hogy jelöltek-e benneteket. Igen, hát ugye azt gondoltuk, hogy mivel mi a diák kategória vagyunk, mi velünk fogják kezdeni, mert az érdekes kategóriákat hagyják a végére, és ehhez képest a közepén voltunk, úgyhogy sokkal tovább izgultunk, mint ahogy számítottunk rá, és nagyon, nagyon szép volt az egész felvezetése, mert ugye mentek végig a kategóriákon, viszont amikor ez a Werner Fields kategória jött, amiben mi voltunk, akkor feljött a Motion Picture Sound Editors elnöke a színpadra, és úgy kicsit megállították a showt, mondta, hogy most egy nagyon fontos kategória következik, és utána mondott egy kis beszédet, meg... Tehát ugye egy kicsit úgy kiemelték ezt a kategóriát, hogy ez milyen fontos, meg hogy milyen jó, úgyhogy egészen, akkor ott már szerintem ott az asztalunknál mindenki extázisban volt, hogy úristen, legyünk már túl rajta, mert
Nagy ilyenkor ti a többi jelölt elültök, a ti kategóriátoknak a többi jelöltjével ültök egy asztalnál? Vagy ezt hogy kell elképzelni? A mi esetünkben igen, tehát úgy volt általában, ugye, hát ez egy másik témához visz minket, ezek a hangdíjak általában nem egy emberhez kerülnek, hanem többhez. Tehát a mi filmünknél ott én voltam egyedül a hangvágó, és én kaptam a díjat egyedül, mert nem volt ilyen zörej művészem, meg én mixeltem, meg én vágtam a dialógust, meg az effekteket. Tehát általában sok szerepkör van egy film hangsávjának az összeállításánál, és mivel itt az NFTS-ben elég szűkösek a keretek, itt mindent én csináltam. Úgyhogy én egy ilyen egyszemélyes táb voltam, viszont ez nagyon ritka, tehát általában minden elemét... Azért itt egy csapatmunka van. Így van, és minden elemét a hangnak azt valaki más csinálja, tehát külön van a dialógus, a zörej, a háttérzaj, a mixelé, tehát minden. És így a felosztás ott általában az volt, hogy filmenként volt egy asztal, tehát volt a Westworldnek egy asztala, a Fegyvertelen katonának, a Vajánának, mindenkinek volt egy asztala, és amikor hát ez igazából nagyon érdekes volt, hogyha meg bemondták, hogy jó, és most nyert a Westworld, és akkor ott mellettünk lévő asztalnál üdvivalgás volt, hogy milyen jó, hogy nyertek. Nálunk voltak a diák kategóriás jelöltek, úgyhogy mi ott úgy bent ültünk középen a sűrűjében. Ó, és mi mit éreztél, amikor kimondták, hogy akkor te nyertél? Hát nem is tudom. Hát nagyon örültem neki, de tudod, az ember ilyenkor nagyon... Nem is tudom, hát úgy kicsit... Tehát halljuk, hogy leírhatatlan volt ez az érzés. Igen, nehéz ezt így leírni. Hát mondták a nevemet, és akkor úgy valahogy úgy beindulnak a reflexek, tehát ugye olyankor föl kell állni, el kell sétálni. Volt beszéd? Volt, igen. Szeretném megköszönni. Kezdeti igen. Mondat. Előtte a Tommal... viccelődtünk, hogy na hát, hogy készül-e beszéddel, meg hogy ugye az emberek gyakran eljátszanak a gondolattal, hogy hát amikor, tudod, van az a klasszikus jelenet filmekben, hogy a tusfürdős flakonnal áll. Igen, én is túl vagyok ezen már. És akkor gondolkodsz, hogy mit mondanál, hogy köszönöm szépen, hogy megosztál. Szóval igen, hát... Én nem nagyon akartam, az az igazság, hogy nem nagyon akartam túlságosan beleélni magam ebbe, mert 8 jelölt volt, és mindegyik nagyon jó volt, és nem akartam úgy megélni ezt az egészet, hogyha nem nyerek, hogy hát, hogy itt most valami veszteségért, mert már az is nagy dolog volt, hogy jelöltek, úgyhogy annyira nagyon nem készültem beszéddel, volt a fejemben, azért gondoltam, hogy valami terv kell, hogy legyen, úgyhogy volt egy ilyen 4 pontból álló kis lista a fejemben, hogy kiknek kell mindenképpen megköszönnöm, de nem készültem beszéddel, úgyhogy felvonszoltam magamat a színpadra, és aztán csodálkoztam, hogy meg tudtam szólalni, de az segítség volt, hogy ugye világos van nagyon a színpadon, mert a lámpák a szemedbe sütnek, és nem igazán látsz semmit. Úgyhogy olyan, mintha egy sötét szobában kéne beszélni, úgyhogy az jelentős könnyedség. Olyan, mintha nyertél volna egy Oscar-t, nem? És ja, az én kis világomban ez olyan volt. Ugye, és kiknek köszönted meg, azt megkérdezhetjük? Persze. Kik járultak hozzá ez a sikerhez? Hát először is megköszöntem az NFTS-nek az egyetemre, ahova jártam, mert amit a hangról tanultam, azt gyakorlatilag mind ott tanultam, és nagyon jó mentoraink voltak, akiktől tényleg a legjobb dolgokat tanultuk meg, úgyhogy megköszöntem nekik, megköszöntem a szüleimnek, hogy támogatták, hogy amikor filmeket kezdtem csinálni kiskoromban, akkor nem mondták azt, hogy
ez egy bűnös dolog, és foglalkozz valami rendes dologgal, hanem támogattak ebben, és gimnázium után is ugye filmezést kezdtem tanulni, ami hát nem egy rendes polgári szakma, de ennek ellenére ugye támogattak. Aztán megköszöntem a stábnak, akikkel a filmet csináltuk, ugye, mert hát nélkülük se sikerült volna, és a Motion Picture Sound Editorsnek, hogy volt nekik ez a kategória, mert hát tényleg egy kicsit szürreális, hogy a szakmád legjobbjaival vagy egy szobában, és olyan filmek kaptak előttem díjat, mint a Vajana, meg a Kaliforniai Álom, meg Fegyvertelen Katona, meg ezek a filmek voltak fent a színpadon, és utána felmegyek én a színpadra, és én megkapom ugyanazt a szobrot, amit ez egy nagyon jó kezdeményezés, azért azt gondolom, igen, hogy így felkarolom. És királó fiatal tehetségeket. Igen, igen, úgyhogy mindenképpen gondoltam, hogy tartozom nekik is egy nagy köszönettel. És hát ennyi volt, ezt így elmakogtam, aztán lejöttem. Ugye, és mesélj nekünk erről a filmről, akkor, amit készítettetek, hogy milyen volt ezen dolgozni, miről szól ez? Mi ihlette meg a filmet? Igen, igen. A habfiú. A habfiú. Hát igen, ez egy habfiú, habfiúról, meg egy tengeri boszorkány történetéről szól. Adrian Downing rendezte, úgyhogy ez neki volt a víziója, ez egy ilyen stop motion animáció, 10 perces, és nagyon, nagyon szépen néz ki, nagyon, nagyon keményen dolgoztak rajta, hogy jó legyen az Adrian, aki rendezte. Hát ő is úgy dolgozott, mint én, hogy ő is ilyen több szerepet vállalt föl, mint általában szokás. Úgyhogy ő rendezte, de ő is animálta, ő csinált nagyon sok mindent, úgyhogy egy éven keresztül, amíg ezen dolgozott, ő gyakorlatilag napi 20 órában egy ilyen kis kabinban ült, és mozgatta ezeket a kis bábukat, és animálta, és hihetetlen munkát fektetett bele. És hát alapvetően a történet az arról szól, hogy van ez a Tutega nevezetű tengeri boszorkány, aki egy jéghegyen él a tenger közepén, és elég magányos, de megkeseredett, és a titkait elzárta egy jéghegynek a belsejébe, és arrafelé úszik Derek, ez a habfiú, aki olyan, mint egy hal, vagyis egy hablány, vagy hát igen, egy habfiú. És ő egy ilyen nagyon barátságos figura, viszont neki hát egy habfiú mi más lehetne, mint barátságos? Barátságos és érdekes, mert nagyon szeret énekelni, és viszont nagyon rossz hangja van. Tehát nem szeret énekelni, de nem tud énekelni. És megy, úszkál a tengerben körbe-körbe, és énekli a dalát, viszont ez nagyon kellemetlen, úgyhogy emiatt mindenki elmenekült tőle. Úgyhogy nagyon barátságos, de ugyanakkor magányos is. És aztán találkozik ezzel a boszorkánnyal, aki nem túl barátságos vele kezdetben, de aztán Derek felfedezi a boszorkány elzárt titkát a jéghelyben, és akkor végül is közelebb kerülnek egymáshoz. Ez elég titokzatos. Nem akarom lelőni a poén, de jó, hát majd reméljük, hogy megnézik a hallgatóink is. Igen, fent lesz egyébként az interneten. Most még benne van így a fesztivál körforgásban, tehát még nem tehetjük fel internetre, viszont majd, ha lejár a egy év, vagy másfél év, nem is tudom, akkor fent lesz, és az most már nem sokára le fog járni, mert ezt ugye tavaly március környékén fejeztük be. Hát akkor most egy éves. Mm-hmm. Jó, hát mindenképpen közvetíteni fogjuk a szempillantás hallgatói felé, hogyha már elérhető lesz ez a habfiúról. És nagyon kis nézhető hosszúságú, mert csak 10 perces. Abszolút. És ez, amit elmeséltél, elég eseménydús. Azért, ha ez hát 10 perc, vagy igen. Óriási lelki. Igen, igen, eléggé eseménydús a film, tehát nincsen sok üres járat.
Uh-huh. És hogyan tovább? Tehát hazajöttél? Gondolom azért ott még egy picit ünnepeltetek uh-huh. Los Angelesben, gondolom, ha már ott jártatok csak. Igen, after party. És akkor miután hazajöttél, hogyan tovább? Tehát, hogy említetted, hogy egy nagy filmen dolgozol most már. Uh-huh. Igen. Erről mesélj egy kicsit, ha lehet. Lehet, persze. Hát most... ugye több filmen dolgoztam már, de most először teljesen megkaptam egy ilyen nagy játékfilmet, amit én csinálok, tehát ilyen supervising sound editor vagyok, ilyen... Na ezt mondjuk el magyarul, hogy micsoda. Na hát, jó kérdés. Egy szuper hangmester. Gyakorlatilag most az van, hogy nem, gyakorlatilag most rendesen csináljuk, tehát nem mindent én csinálok, hanem van segítségem, és dolgozok mindenféle egyéb vágókkal, és én hozom össze a dolgot a végén, de többen vagyunk. Úgyhogy, és ez egy nagy játékfilm, tehát 100 perc környékén van, és hát... Minden film más, meg minden filmben más dolgozni, de ilyen hosszú filmen, meg aztán meg még nagyon másabb dolgozni, mert hát sok más, egy teljesen más hozzáállást, meg munkafolyamatot igényel, úgyhogy most ezt próbálom ki élesben, hogy ilyet csinálunk, mert az NFTS-ben mindig ilyen kis rövid filmeket csináltunk, ilyen 20-25 perces, fél órás esetleg rövid filmeket. Azóta is dolgoztam sokféle filmen, rövid filmekkel, meg dolgoztam nagy játékfilmen is, de ott dialógust vágtam, vagy hangeffekteket vágtam, tehát egy részét csináltam a dolognak, és most meg én vagyok a csapatnak, a hangcsapatnak a vezetője, úgyhogy nagyon izgalmas. Bár hozzá kell tennem, hogy most ne egy ilyen nagy mozifilmet képzeljetek el, hanem itt nagyjából mindenki, akivel dolgozom, az velem együtt végzett. Jó, figyelj, ki tudja, tehát te gondoltad volna a fiúról, hogy ő egy ilyen díjhoz fog hozzásegíteni téged? Nem, úgyhogy... Nem lehet ezt tudni, figyelj. Nem, igen, egyébként mindenki nagyon ambiciózus a csapatban, tehát mindenki nagyon lelkes, de ez egy kis költségvetésű nagy játék. Film. Tehát valószínűleg otthon a moziban nem fogtok vele találkozni, de ha szerencsénk van, akkor elmegy néhány fesztiválra. Még az is lehet. Valami jó fogadtatásban részesül. És mennyi idő egyébként, amíg mondjuk egy ilyenen dolgozol? Tehát ez ilyen hónapok, fél év, mennyi most idő a nagy játékfilmre gondolsz? Igen, a nagy játékfilm. Hónapok, de attól függ, hát ez minden filmnél más, attól függ, hogy hány emberrel dolgoztok, hogy mik a határidők, hogy mik a lehetőségek, amik rendelkezésre állnak, úgyhogy ez nagyon, nagyon változó. Most erre a filmre nincsen túl sok időnk, mert vannak fesztiválok, amikre szeretnék elküldeni, és azoknak a határideje közeledik, úgyhogy most eléggé ilyen gyorsított eljárásban próbáljuk ezt csinálni, de így is azért 1-2-3 hónapig tart. Attól függ, mit számolsz bele. De mert ugye van a maga a hangvágás folyamata, aztán van a mixelés folyamata, ezek úgy mind külön dolgok, de hát sokáig tart. Még egyébként a 10 perces animáció is sokáig tart, úgyhogy ezeket nem egyik napról a másikra készítjük. És hogy van neked egy napod, hogy van egy munkaidőd, amiben te dolgozol, vagy éjjel-nappal dolgozol, vagy hétvégén is dolgozol, vagy... Van-e egyáltalán időd mondjuk másra foglalkozni? Igen. Attól függ, hogy éppen hol tart a projekt. Tehát most eddig még viszonylag lazább volt, tehát most úgy nagyjából olyan normális munkaidőben dolgoztam, de ugye hát én osztom be az időmet, tehát tudom, hogy minek kell meglennie, mennyi időm van, és próbálom bele passzítani. Eddig viszonylag jó volt. Most hogy kezdünk közeledni a határidő felé,
most egy kicsit intenzívebb lesz, tehát most majd bejön az, hogy igen, hétvégén is, meg este is, meg sokat. Általában egyébként ez szokott lenni, tehát így a hangvágóknál az, akiket én így ismerek, általában az szokott lenni a jellemző, hogy ilyen nappal dolgoznak, mert mindig elég nehéz letenni, tehát hogyha elkezdesz vágni és benne vagy, sosincs olyan pont, hogy úgy érzed, hogy na hát ez most egy nagyon olyan pont, ahol abba lehet adni. Mindig, ó, na még ezt az egyet még megcsinálom, meg még azt egy kicsit berakom, meg minden, és akkor így elmegy, úgy elmegy az egész nap, hogy észre se veszed. És figyelj, milyen volt a fogadtatása ennek a díjnak? Bocsánat, hogy visszakanyarodok ehhez, csak engem ez mindig annyira érdekel, hogy hát ezért ez egy nagyon nagy dolog itthon, eléggé azt gondolom, hogy volt visszhangja. Mondjuk mi nyilván hallottunk erről azért, mert azért ezt nem titok elárulni, hogy mi rokonok vagyunk, ugye, unokatestvérek, úgyhogy ezért mi hallottunk erről. Igen. De hogy azért olyan sokan hallottak, olyanok is, akiknek közük nincsen ehhez az egészhez, és tehát milyen volt a fogadtatás, ezek az interjúk, kik csörögött a telefonot folyamatosan. Szükség van-e most már egy menedzserre, vagy vállaljuk. Teljesen szürreális volt az egész. Mindenhol nagyon kedves volt a fogadtatás, tehát rengeteg üzenetet kaptam, rengetegen gratuláltak. Mindenki nagyon, nagyon kedves volt, ami fantasztikus érzés volt. Otthon meg különösen, mert én ugye Angliába kezdtem filmezést tanulni, tehát főleg itt ismertem filmes szakembereket. Viszont otthonról is így úgy egy kicsit megtalált a szakma, tehát nagyon sokan kapcsolatba léptek velem, és nagyon kedves dolgokat, és mindenki velem együtt örült, és fantasztikus volt, úgyhogy nagyon, nagyon hálás voltam nekik, mert teljesen olyan érzésem volt, hogy ezt így most így közösen együtt nyertük, mindenki együtt örül neki, és hát nagyon, nagyon jó volt. Tehát az itthoni szakma is elismerte ezt, úgy érzed? Nem csak hát, mi, hanem... Nem tudod, ezek nagy szavak. Hát igen, több hangvágó otthonról írt nekem, és megnézték a filmet, és... Szóval igen, volt otthonról is feedback, és ez azért nagyon jó volt, mert én őket nem ismertem korábban, és ők kerestek meg olyan emberek, akik otthon nagyon jó dolgokat csinálnak, és hát normális esetben én írtam volna nekik, tudod, hogy ó, hát... mert én azért hallottam róluk, meg ismertem őket, és hihetetlen volt, hogy ők kerestek meg engem, hogy gratulálnak, úgyhogy hát elég hihetetlenem volt ez az egész. És akkor én meg most így a munkára visszakanyarodnék egy pillanatra, hogy mondtad, hogy hát most akkor sűrűsödnek majd a dolgok, és esetleg jön a napi sokórás munka, vagy akár az éjszakázás, vagy a hétvége, és most ez így lehet, hogy hülyé hangzik, de hogy egyébként ezt így lehet szeretni? Tehát ezt örömmel csinálja az ember, nem úgy, mint hogyha egy irodába kell ülnöm, valamit meg kell csinálnom, nyilván nem repesnék, hogy akkor én még este 8-kor is ott ülök. De meg lehet, hogy akkor végül is ennek örülsz, és ezt szereted? Vagy mit gondolsz erről? Az az igazság, hogy szerintem ezt a szakmát, ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha az ember nagyon szereti. Mert tényleg ez nem egy olyan munka, amit így... Tehát nem egy ilyen klasszikus... Ez szerelem. Ehhez, igen, és ehhez az kell, hogy egy kicsit tényleg, tehát hogyha esetleg, nem esetleg, ez nagyon gyakran előfordul, hogy hétvégén, vagy éjszaka, vagy ilyen teljesen nevetséges órákban dolgozni kell, akkor azt örömmel csinál. Tehát nyilván ez is egy munka, meg nyilván az ember szereti, ha van szabad ideje, meg más dolgokat is csinál. Más, tehát én nem utálom, hogyha ráérek, és azt csinálok, amit akarok. De szeretem annyira ezt csinálni. De te örömmel csinálod ezt. Igen, szeretem annyira ezt csinálni, hogy nem zavar. És hát
Olyan ez, mint egy hobbi, tehát azért eléggé sokrétű ahhoz, hogy nem mindig csak a gép előtt ülök. Tehát ez egy szórakoztató dolog, akkor ez így számodra. Igen, tud az lenni. Nyilván vannak érdekesebb részei, meg kevésbé érdekes részei, de nagyon sokszínű. Tehát én ugye, mivel általában egyedül dolgozom, én felveszem a hangokat, tehát például eleve az a hanggyűjtés, hogy a saját kis hangkönyvtáramat bővítgetem, és mindig van nálam egy mikrofon a táskában, hogyha hallok egy érdekes hangot, azt felveszem. Tényleg? Hát ezt nem gondoltam. És ez egy nagyon jó hobbi, tehát ez olyan, mint... Ezt hogy kell elképzelni, hogy mész az utcán, és akkor jön egy busz, és akkor ennek megtetszik a hang, akkor ezt felveszem már. Vagy... Igen, pontosan, akkor előkapom, így van, pontosan előkapom a kis mikrofont, felveszem, és olyan ez, mint ez a Pokémon Go, hogy így gyűjtögeted a Pokémonokat. Mert kimész, és tele van a világ érdekes hangokkal. Ki tudja, mikor hangokkal. Lehet még ennek valami haszna. Igen. Így van, és minél több saját érdekes hangod van, annál többet tudsz hozzátenni a filmhez, amikor felhasználod ezeket a hangokat, és annál érdekesebb és egyedibb lesz a hangja a filmnek. Úgyhogy ezekkel a legjobb dolgozni. Tehát nyilván, hogyha egy filmen dolgozom, és bálnák úszkálnak benne, és a bálna énekét kell beleraknom, akkor azt egy könyvtárból kell. Viszont amit csak lehet, azt megpróbálom saját felvételből használni, mert azok mindig sokkal, sokkal érdekesebbek, meg általában jobban is működnek, mint ez nagyon a könyvtárak. Akkor ez tényleg egy nagyon kreatív feladat, és igen, nagyon hát sok olyan dolgot igényel, ami a te személyes lényedből fakad. Igen, ezért is... Kicsit furcsa a hangmérnök fordítás magyarul, mert aki ezt csinálja, szerintem az nagyon úgy tekint magára, mint mi gyakorlatilag történeteket mesélünk el a hang segítségével. És ez a fő, és akkor a hangmérnök, akkor tegyünk különbséget, akkor mit csinál a hangmérnök? A hangmérnök az inkább a technikai részét ismeri a dolgoknak, tehát ők, hogyha esetleg szét kell vágni egy audiokábelt, és össze kell kötni valamivel, akkor nem jönnek zavarba, vagy hogyha egy mixing, tehát egy hangkeverő pultot be kell állítani, akkor ők ahhoz értenek, tehát ők a technikai részét. Valóban ez azért különböző, ez a két dolog. Igen, én csak annyira... ismerem a technológiát, amennyire ahhoz kell, hogy ezeket a kreatív dolgokat meg tudjam csinálni. De én nem vagyok egy technikai szakember, amihez én értek leginkább, vagy hát amit próbálok csinálni, az, hogy mi a legjobb hang a történet elmesélése szempontjából. Tehát adsz nekem egy filmet, ez a történet, és én vagyok az, aki... nek ki kell találni valamit, hogy milyen hangok legyenek ahhoz, hogy azt a történetet a legjobban el tud mesélni. De akkor te már egy kész filmet kapsz, és akkor te utána azzal dolgozol? Hát az a jó, hogyha ha ez a hangvágó vagy hangmester már minél korábban beszáll a történetbe, tehát már amikor... A legjobb az, hogyha már amikor írják a forgatókönyvet esetleg, akkor kapcsolatba lépnek veled, és beszélgettek arról, hogy mi a történet, mit akar ez a film csinálni. De általában az a jellemző, hogy amikor vágják a filmet, tehát a képet vágják, akkortájt kezdünk el mi is a filmen dolgozni, és aztán utána, amikor kész van teljesen a vágás, akkor van az, hogy csak, akkor már csak a hangvágás időszaka jön el, és akkor azon dolgozunk. Bár ez mostanában eléggé összefolyt, mert nem... ideális esetben ugye az lenne, hogy befejezik a képvágását, és utána mi megcsináljuk hozzá a hangot. Viszont most már nem szokták befejezni a képvágást, tehát nincsen soha lezárva úgymond a kép, tehát mindig változtatnak valamit a képen is, tehát mindig az egész így együtt fejlődik, de ez
ez jót is tesz a folyamatnak, tehát mivel ideális esetben én azt mondanám, hogy egyszerre kéne vágni a hangot és a képet teljesen egyszerre, de azt ugye egy kicsit nehéz kivitelezni, de amennyire lehet erre kell törekedni, tehát már amikor vágnak, akkor ha olyan a produkció és tehetem, akkor én is szívesen beülök és beszélgetünk és adok a vágónak hangokat és kipróbálunk dolgokat, mert nagyon sok esetben a vágást a hang befolyásolja. Sokszor a hang befolyásolja, vagy a kép befolyásolja, hogy milyen hangot teszünk rá, de sokszor fordítva van. Teljesen keveredik a kettő. Jó, hát szóltam én zárásként még annyit szeretnék kérdezni, hogy abból, amit most elmondtál, nagyjából azért az jön, hogy te kint Angliában tervezed most egy középtávon, vagy nem tudom, hogy hosszú távon-e, de rövid és középtávon mindenképpen. Ezt jól érzem? Nem tudom. Őszintén szólva, én nekem a legfontosabb az, hogy a munka, amit csinálok, az jó legyen, és élvezni tudjam. Úgyhogy most épp van ez a film itt, amit csinálok. Aztán utána, hogy mit fogok csinálni, még nem tudom. Ez mindig úgy jönni szokott. Eléggé nyitott vagyok bármire. Igazából tényleg a munkától függ. Tehát ha jó a film és jó a csapat, akkor bárhol szívesen dolgoznék. Jó, hát hol van Zoltán? Hát nagyon szépen köszönjük, hogy a bokros teendőid mellett rád szakítottál egy kis időt. Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulálunk, mert ez egy óriási szó. És mindenképpen kérlek, hogy szóljál, hogyha majd megtekinthető ez a kis film, jó? És akkor mi ezt továbbítjuk a hallgatók felé is. Rendben, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. És ők, a hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk tartottak ismét. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!